Ez az óriási homokozó az űrtechnológia egyik legkorszerűbb fejlesztése. Hamarosan 900 tonna homokot és különféle kőzeteket töltenek ide, amellyel a hold felszínét reprodukálják. Itt Köln közelében készülhetnek fel az európai és a világ minden tájáról érkező űrhajósok a következő hold küldetésekre. A létesítmény szerdán nyitotta meg a kapuit, és egyedülállónak számít a világon. Ez a létesítmény egyedülálló, mert itt mindent megtalálunk, amit a Holdon is megtalálhatunk. Nagyon kicsi, finom holdhomokunk van, veszélyes a belélegzet, de a berendezésekre is veszélyes. Tehát meg kell tanulni viselkedni. Aztán vannak holdkőzeteink is, amelyek a földről származó sziklák, de valójában azonosak azokkal a sziklákkal, amelyeket a Holdon fogunk találni. 2026-ra ennek a létesítménynek lesz olyan szerkezete is, amely a hold gravitációját is reprodukálja. Egy szimulált bázist rögzítenek hozzá, hogy először itt hajthassanak végre egy hétig vagy tovább tartó holdmissziókat, és a hold sajátos fényét is meg fogják teremteni. Amit látja, a megvilágítás nagyon különleges, nagyon-nagyon különleges. A Holdon nincs légkör, tehát nagyon-nagyon éles kontraszt van az intenzív sötétség és az ilyen intenzív fény között. És az emberek, akik megtapasztalták ezt, valóban azt mondták, hogy ez kihívást fog jelenteni. Nem olyasmi, ami megszokott. Az infrastruktúra a gyártókat is megcélozza, kipróbálhatják felszereléseiket, például kisebb járműveiket vagy űrruháikat, valamint az extrém körülményekkel szembeni ellenállásukat. Ez fontos, mert azt akarjuk, hogy a dolgok inkább a Földön valljanak kudarcot, mielőtt a Holdra érkezünk. Itt mindent a végletekig ki akarunk próbálni, hogy tudjuk, hogyan működnek a dolgok, hogyan osztjuk el a feladatot az űrhajósok, a robotok és a földi csapatok között. És valóban azt akarjuk, hogy a technológiákat valós környezetben és valóságű környezetben teszteljék. A projekt 10 éve indult. Minden tervezőnek egyetlen célja van, az űrhajósokban azt az érzést kelteni, mintha az egyik lábuk már a Holdon lenne.